A magyar tannyelvű iskolák közül a Tordai Józsika Miklós Elméleti Líceum zárta a legjobb eredményekkel az idei képességvizsgát. Az iskola két diákja a legmagasabb pontszámot érte el Kolozs megyében. Az első helyezett országos szinten is a legjobb, egy csíkszeredai tanulóval együtt. Józan Erzsébet iskolaigazgatót és a két legjobb eredménnyel büszkélkedő diákot, Finna Ágota Enikőt és Máté Dittmárt köszönhetem itt a stúdióban. Jó napot kívánok, igazgatónő, szervusztok! Gratulálok az elért eredményekhez, nektek, az igazgatónőnek és az egész iskolának. Büszkesége és dicsősége vagytok most már. És akkor mondjuk el az eredményeket is. Dittmár 978-as átlaggal a képességvizsgán országos első lett a magyar diákok közül, ugye a csíkszeredai diákkal egy szinten, és Finna Ágota 961-et értél el, ugye? Igen. Hát igazgatónő, kezdjük talán önnel, hiszen lehet, hogy a diákoknak még szokniuk kell egy kicsit a stúdió hangulatát. Mit szól ehhez ön, mint igazgatónő, mint az iskola vezetője? Hát elsősorban el szeretném mondani, hogy mi is gratulálunk a diákjainknak. Vártuk ezt az eredményt. Reménykedtünk, hogy nagyon jó eredményük lesz, ugyanis ők 8 éven keresztül a mi diákjaink voltak. Egy nagyon jó osztályközösség. És tudtuk, hogy nagyon ügyes tanulók járnak ebbe az osztályba, úgyhogy reménykedtünk abban, sikeresen fognak vizsgázni. Hadd egészítsük ki az információkat azzal, hogy az iskola egy másik diákja, Bence Noémi, 953-assal szintén a megye első diákja között foglal helyet. Igen, hát mondom, hogy nagyon jó osztályközösség volt. Az osztálynak volt egy olyan 7-8 nagyon jó diákja, akik hozták a várt eredményt, akik rendszeresen készültek, rendszeresen tanultak, nagyon sok versenyen vettek részt a 8 év alatt, és tudtuk, hogy számíthatunk rájuk. Ugye azt szokták ilyenkor kérdezni, hogy számítottatok-e erre az eredményre? Tudom, hogy nagyon sablonos a kérdés, de hát nem kerülhetem ki. Számítottatok-e arra, hogy ennyire jó lesz az eredmény a vizsgán? Hát a románból nem, de a többi tandárból igen. Ágota? Hát én is reménykedtem, hogy jó eredmények lesznek. Izgultam eléggé, de mint láttuk, elég jó lett. Elég jó lett. Hát ez az elég jó lett, ez most nagyon szerényen hangzott, szerintem nagyon jó lett. Ugye az eredmények azt mutatják, hogy nem a hegy alatt abrakoltatok, ahogy szokták mondani. Ez, ahogy az igazgatónő már elárulta, egy kitartó, évek óta tartó munkának az eredménye. Vannak-e kedvenc tantárgyaitok, illetve, hogy Dittmár, te már elárultad, hogy a romántól egy kicsit izgultál és féltél. Mindjárt kitérünk arra is, hogy miért. De egyébként hogy láttatok hozzá ennek a három tantárgynak, és mióta tart a felkészülés, úgymond a vizsgára? Hát ez a felkészülés egy folyamatos felkészülés, tehát nem most kellett elkezdeni ezt, hanem szerintem folyamatosan évről évre. És persze vizsgák előtt át kell ismételni, de nem az számít a legjobban, hogy azelőtt átismételjed, hanem folyamatosan tanul. Dittmár, az ember ilyenkor mindig meg tudja állapítani, hogy ebből vagyok a legjobb, ezzel nem kell annyit foglalkozni, és rá kell erősíteni például a románra. Hogy voltál ezzel? Volt-e valamiféle stratégiád erre vonatkozóan? Hát a román órákon mindig odafigyeltem, és külön tanultam belőle, és ezért és az otthoni munkámért lett ez a jó eredmény. Igazgatónő, hogyan áll hozzá az iskola a nyolcadikosokhoz, illetve az érettségi előtt álló diákokhoz olyan értelemben, hogy tartanak-e külön felkészítőket számukra, jobban odafigyelnek-e ezekre az osztályokra, hogyan segíti az iskola a felvételizőket? Ez természetes, mint minden iskolában mi is külön odafigyelünk a diákjainkra, a nyolcadikosokra kiváltképpen, mert náluk volt egy kis kiesés, hatodikban egy olyan román tanár tanította őket, ahol nem volt komoly a munka, és ezt be kellett pótolni. Szerencsére egy olyan tanárnőnek a kezére kerültek, aki nagyon komolyan veszi a
felkészítésüket, külön foglalkozik velük. Én is voltam benne két román órán, és láttam, hogy komolyan dolgoznak, tehát nyugodtan vártuk a vizsgát. Hát az osztály az olyan, hogy három részre osztható, van egy nagyon jó csoport, egy közepes csoport és egy gyengébb csoport. Hát mint minden osztályban. Mint minden osztályban általában, de nálunk nem szelektált gyerekek vannak, ezért mindenkit befogadunk, mindenkit elfogadunk, és mindenkit a képességei szerint próbálunk kezelni, illetve fejleszteni. Támogatni. És ez összejött most. Említette ugye a román tanárnőt, akkor hadd említsük meg a magyar tanárt is, illetve a matematika tanárt, hiszen az ő dicsőségük is az, hogy ennyire jó eredményeket értek el a diákok. Természetesen. Én nagyon örülök annak, hogy magyarból voltak a legszebb eredmények. Magyarból senki nem bukott. Mondhatnám, hogy majdnem mindenkinek hatoson felüli jegye volt, még a gyenge tanulóknak is. És ez igazolja azt, hogy tényleg nagyon jól felkészülni és nagyon jó eredményt elérni anyanyelvén tud a gyerek. Én ennek nagyon örültem. Természetesen annak is örültem, hogy románból is 10-est írt az egyik tanulónk, és azt is, hogy Dittmár matekből 10-est írt. Tehát anyanyelvi szinten beszéli a matematikát. Igen, a reál tantárgyokat, sőt azt mondta egy adott pillanatban, amikor ott beszélgettünk, hogy miért nem kellett nekem kémiából és fizikából írni, mert akkor tiszta 10-es lettem volna, úgyhogy ő inkább a reál tantárgyok felé vonzódik, de ennek ellenére nagyon ügyes volt és nagyon szépen vizsgázott románból is és magyarból is. A magyar tanárnő mondta ezt, miután a Dittmár eredményét látta, és sose gondoltam volna, hogy egy 950-es jegy fogja levonni az átlagát egy diákomnak. Dittmár esetében ez volt az eset, de annak ellenére nagyon szép eredmény, és nagyon boldogok vagyunk, hogy minden tantárgyból sikerült neki teljesíteni. Azt hinné az ember, hogy amikor egy ilyen komoly vizsgára készülnek a diákok, ráadásul ilyen eredményt érnek el, semmi másra nem jut idejük. Tehát van egy lista, a lista élén az áll, hogy tanulás matematikából, magyarból, románból, és akkor ismét előről kezdődik, és az már, hogy sport, kikapcsolódás, hobbi tevékenységek, semmi más nem fér bele. Ez nálatok hogy zajlott? Hát ez nem így van. Mi mindketten cserkészek is vagyunk, és hetente eljárunk cserkész foglalkozásokra, és amellett tényleg nagyon sok szabad időm van nekem is, és úgy gondolom, hogy Ágotának is. Ágota, ez valóban így van? Persze, és minden hétvégén kirándultunk ebben az évben is, tanulás mellett, és szerintem ez így jó, hogy nem csak tanulunk, hanem mellette mást is kell csinálni. Vannak főleg a közösségi médián, meg különböző bulvárlapokban lehet olvasni azt, hogy 10 tipp a fantasztikus tanulási eredmények eléréséhez, vagy ehhez hasonló címekkel lehet találkozni. Tehát, hogyha összekéne foglaljátok azt, hogy milyen tippeket adnátok át az utánatok jövő diákoknak, hogy lássanak hozzá a tanuláshoz, hogy hasonló eredményeket érjenek el, vagy legalább ne izguljanak, hogyha következik a felvételi vizsga, akkor milyen tippeket tartalmazna ez a csomag a részetekről? Az, hogy ne pár nap alatt próbálják megtanulni az a tananyag teljes részét, hanem osszák fel, és több éven keresztül fel kell készülni, és akkor nagyon egyszerű lesz ez a vizsga. És persze vizsga előtt is át kell ismételni, mert nem lehet tudni, hogy mi lesz a vizsgatételben, de ne azelőtt próbáljanak mindent bemagolni, hanem csak úgy átismételni vizsga előtt. Értem. Tehát nem izgulni, folyamatosan tanulni, nem túlterhelni az agyat közvetlenül vizsga előtt. Ugye ilyen dolgokra gondoltatok. Ez működött nálatok is.
Ugye a ti eredményetekkel azt hiszem, hogy a megye bármelyik iskolájában szívesen látnának titeket. Az igazgatónő gondolom, hogy nagy szívfájdalommal válik meg azoktól a diákoktól, ugye, akik esetleg elmennének a Józsikából, de a jó hír az, hogy itt már úgy döntött, hogy marad Tordán. Igen, én úgy gondolom, hogy ez az iskola egy nagyon jó iskola, és kellőképpen fel lehet készülni benne az ilyen vizsgákra, meg versenyekre is azon kívül. És akkor te úgy döntöttél, hogy ott maradsz és ott érettségizel a Józsika Miklósban. Igen. Ágottad, te miért döntöttél amellett, hogy mégiscsak elhagyod ezt az alma matert? Hát én azért, mert a testvérem is egy másik iskolában járt, és nekem ő mindig egy példakép volt, és én is szeretném azt követni, amit ő csinált, és ezért szeretnék elmenni. Rendben van, igazgatónő, még mindig marad bőven a jó diákokból az iskolában, és hogy végül is az iskola most tölti a 10 évét, és szerintem azért elég szép eredmény ilyen rövid idő alatt. Hát a szép eredmény mellett nagyon sok munka van. Ezt mindenkinek meg szeretném köszönni a kollégáim közül, akik hivatástudattal és nagy szeretettel foglalkoznak a diákokkal. A másik dolog, amit a Józsikáról elmondhatok, az az, hogy nem görcsösen próbáljuk a gyerekekre ráerőszakolni a tantárgyat. Ezt remélem Dietmar és Ágota is így érezte, hogy megpróbálunk versenyeken részt venni velük. Nagyon sok kirándulás van, nagyon sok extrakurikuláris tevékenység, ami a gyermeknek az egyéniségét fejleszti, és őket is arra ösztönözzünk, hogy minden, ami lehetőséget az iskola nyújt, próbálják ki, hát ha megtalálják azt, ami nekik a legmegfelelőbb, és nagyon sok sikeres diákunk van, aki a Józsikában érettségizett, érettségi után egyetemre ment, ott is sikeresen tanultak, orvos is van közöttük, közgazdás is, most már egyetemi tanár is van, alig 4 évvel ezelőtt végzett 12. osztályomnak egyik diáklánya már a közgazdasági egyetemen is tanít, tehát aki tanulni akar és komolyan veszi a mindennapi munkáját, az a Józsikában is sikeres tud lenni. Nagyon jó ötletet adott nekem az igazgatónő, arra vonatkozóan, hogy mi legyen a következő kérdésem Dietmar és Ágota felé. Vannak elképzeléseitek arról, hogy majd érettségi után hova tovább? Ágota? Hát még nem. Mondhatsz több variánst is. Hát sok dolgon gondolkoztam, hogy mi szeretnék lenni. Ezek között ügyvéd, meg ilyen háztervező, mérnök, és persze az egyetemmel szeretném elérni, hogy ez legyek. Hát egyik szakma szebb, mint a másik, és egyikben nagyobb a kihívás, mint a másikban. Dietmar? Én mindenképp valahogy fel fogom használni az informatikát, de a kémiával, fizikával együtt, és talán az orvosit választom. Aha. Ezek közül akármi lehet. Hát, igazgatónő, most már nem sokára közeledik az érettségi pillanata is, hogyha ehhez hasonló diákok vannak a 12. osztályban, azt hiszem éppen ma kezdődött az érettségi, ha ehhez hasonló diákok vannak a 12. osztályban is, akkor nincs amiért aggódnia. Van, a 12. osztályunknak az összetétele is hasonló. Tehát ott két csoportban tanulnak a diákok, van egy humán csoport, mert egy osztályunk van, és ott van humán csoport, meg reál csoport. Általában a reálosok szoktak jobbak lenni, és tényleg ott is kitűnő diákjaink vannak, Borsos Ákos, Cikka Dávid, Németh Zolika, Tőkés Ákos, a lányok és Ársing Laura, bármelyiket említhetném, akik a 4 év alatt nagyon komolyan dolgoztak és tanultak,
nagyon sok versenyen vettek részt, azon kívül cserkész tevékenységeken, Rákóczi szövetséges tevékenységeken, rengeteget kirándultunk, nemzetközi versenyeken részt vettünk velük, tehát én remélem, hogy ők is hozzák majd a formájukat, és nagyon jó érettségi eredményt fognak produkálni. Remélem én is. Ágottad itt már nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és meg tudtuk mutatni titeket a nézőinknek is. Most már legyen nektek egy nagyon szép nyaratok és kellemes vakációtok, mert megérdemlitek a pihenést. Igazgatónő, köszönöm szépen, hogy eljött a gyerekekkel a stúdióba. Mi köszönjük a lehetőséget.